Mégiscsak befogadta az EHF a Fradi óvását a lipcsei női BL dráma kapcsán, lesz tárgyalás tehát, a férfiaknál pedig állítólag három külföldi tréner van képben kapitányként. A Bajnokok Ligája hétvégén indul itt a Digisporton, Veszprémi és Szegedi fellépéssel, úgyhogy kézis aktualitások, már is Kovács László korábbi szövetségi kapitánya, Beck Győztes mesterelő a vendégünk. Kezdjük a lányokkal és a Fradival. Ja. Az óvást végül is befogadta a húzavona után a Nemzetközi Szövetség. Ez persze nem jelenti annak elfogadását, de legalábbis tárgyalni fogják. Milyen esélyt ad a sikerre? Hát annyira triviális ez a dolog, annyira nyilvánvaló, hogy ez nem volt gól, nem lehetett gól. Az nem lehetett, a Dudoszó pillanatában az nem volt benne a kapuban. Az, hogy ezt most hallották, nem hallották, ez adhat vitára okot, de egy biztos, hogy a zsűri aztán elő Konecsny úrnak, akinek dönteni kell ez a delegáció vezetőnek, neki ez egyértelműen nem lett volna szabad megadni ezt a gólt. Ott a helyszínen, és ott akkor minden eldőlt. Ott a helyszínen, akkor minden eldőlt. A mester a gyakorlatában előfordultak hasonló esetek? Ennyire kiélezett, hát beledudálunk a gólba? Ismétli önmagát, nem az én esetemben, de magyar vonatkozású. 1978-ban Faludi Mihálynak a csapat a világbajnokságon úgy kapott gólt, hogy egy baloldali bedobásnál, egy sarokdobásnak hívták még akkor, igen? Bedobásnál 3 másodperc volt vissza, végigjátszották, mindenki hozzáért a román csapatból, átkerült a túloldali szélsőhöz, és az lőtte be. Képtelenség. Senki nem adta meg a gólt, se a zsűrőasztal, se a bírók nem adták meg, de a nagy tekintélyű Erik Éliász, aki a TH-nak a vezetője volt, lesétált a zsűrőasztalhoz, és mondta, érvényesítette a gólt. Ez egy baráti kapcsolatban volt a románok nagy hírű vezetőjével, a Johnny Kunz Germanesztúval, és ezzel megpecsítette a magyar válogatottnak a sorsát. Ma is így zajlanak a dolgok? Ma is számíthatunk ilyesmire? Hát, van technikai eszköz, ezért nem értem. Én 2003-ban adtam meg kb. 10 szabálymódosítási javaslatot a technikai bizottsághoz. Ebből néhány már megvalós, nem azért, mert én adtam, mert az élet hozza magával. Ebben az esetben, hogy mikor gól, én azt mondtam, vegyük át a kosárlabdának a szabályát. Mert ott a tekintet a labdán van, lehet látni, mikor engedi el, megszólalt, nem szólalt, nagyon könnyű eldönteni. Az NBA-ben még össze is ülnek a végén, egy videót megnézek, hogy tényleg úgy történt. Amikor ellendül a kéztől, amikor ha tud, megszólalt, és nincs a kezébe, megadják. Ha a kezébe van, nem adják. Ez egyszerűbb lenne a bírók számára figyelni. Rendkívül sokat jelentene. Mondok egy extrém példát. Kiállítják valakit egy csapatból. Lehozzák a kapust. Támad ez a hátrányban lévő csapat. A bíró is a támadó térfélen van. Elveszítik a labdát. Kapura dobják direktbe. A bíró nem ér oda a kapufa mellé, hogy megnézze, hogy teljes terjedén mondjuk úgy pattan le, hogy átmente vagy nem. Uh-huh. Hát képtelenség. Ezért egyszerű lenne az eldobás nézni. Abszolút. Uh-huh. Ez a szabály. Mindenképpen revízióra szorul. Hibázna a Fradi, hogyha a kialakult helyzetért csak is az EHF-et meg a lipcseieket okolná, és nem gondolná végig, hogy mondjuk a végjátékban milyen hibákat követett el, mondjuk őt figyelmetlen háttal örülő játékos, és közéjük egy egyébként világklassz is kapussal semmibe behajítja a labdát. Hát, ilyet én gyerekbajnokságon sem nagyon látok, hogy valaki kidobja a labdát. Ilyenkor az annak a kapusnak, én nem akarom, mert a világ egyik legjobb kapusa, de az, hogy én akkor adom ki ilyen állásnál, játékállásánál, hogyha rám sipolt a játékvezető, hogy 3 másodpercben dobjam el. Igen, igen. Mert időre megy a játék, itt taktika, de ez csak az egyik fele. Másfél az, hogy fegyelmezetlenség miatt elveszíteni mérkőzést, mert nevezzük nevén Tomori Zsuzsa, amit elkövetett, nem szabad elkövetni. Ez kizárt képtelenség. Nagyon-nagyon jó játszott ez a meccs, a legjobb volt. Uh-huh. A végén csinál olyan szamárságot, ami a csapatos sorsát. Igen, ami lerombolja az addig elvégzett munkát. Mester, mi a baj a Fradival? Mert az látszik a tavalyi hullámzással, és a most történtekkel együtt is, hogy valami nincsen rendben, mennyire vetődik fel ilyenkor az edző felelőssége. Elek Gábor egyébként magára vállalja, azt mondta, hogy szerint a keretének egy része túl van a zeniten, a fiatalokat viszont ő nem építette be az elmúlt időszakban bátrabban a csapatban. Hát ez egy nagyon derék kijelentés, és biztos van alapja, mert különben nem erre hivatkozhatott volna másra is. Biztos, hogy van benne igazság.
És az is egy komoly gond kézlabdában, nem csak kézlabdában, általában a labdajátékban leginkább, hogy az öregedő játékosok hozzáigazítják az edzés intenzitást az ő hangulatuknak. Uh-huh. Ez biztos, hogy így van mindenütt. Na most, hogyha nincs valakinek tengernyi játékosa, aki azt mondja, figyelj, ha most így dolgozol, akkor leülsz. Akkor ki vagy téve. Akkor ki van téve annak, uh-huh. hogy ennek az egy vagy két játékosnak az akarata szerint alakul minden. És itt lehetett látni olyat, én nem akarom szakmai fejtegetésbe nagyon belemenni, de hullámokban volt a fáradtság. Volt egy nagy komoly vezetés, leültek. Ez nem azt jelenti, még vissza is futottak, csak itt a fáradtság abban is megnyilván, hogy időbe lépve oda, és aztán láttuk, hogy a védelmnek a közepe az átjáróház lett, és lövőcsel után besétáltak nem egyszer, nem kétszer a játékosok, és hát ez friss, koncentrált állapotban ez nem idegi figyelem, és igen. Abszolút. Na most, ami most kialakult, azt nagyjából a Fradi tudomásul veheti, hogy ha nem is örök, de hát jó, majdnem örök második lesz, tehát hogy ez a Győr egyeduralma, az, ja. meg ugye az a távolság közöttük az inkább nő. Hát ez biztos, ugye? Hogy nem közelíthető, vagy legalábbis valami nagyon nagy dolognak kell a Győrbe történni az, hogy ez a távolságban játszható. Hát ez pénzkérdése is azért. Hát ez most csak azért. Hát holnap után nekem adnak sok pénzt, akkor én leszek a világ legjobb csapatának a tulajdonos. Nőkkel kapcsolatban még egy apróságról egy mondat erejéig ejtsünk szót. A praxisában olyasmival találkozott-e már, ami most Érden történt, ahogyan egy válogatott játékos egyik napról a másikra szakít a csapattal, és igazából semmit nem tudhatunk róla. Én sem tudok semmit, nagyon meglepett engem is ez a dolog, mert én a Trisztyuk Kristinát ismerve egy nagyon szimpatikus, kedves, ráadás meg egy bájos teremtést is, aki örökké mosolyog. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valamilyen olyan fegyelmi szabálytalanság történt valami, azt mondja, most szedd össze magad és tűnj el innen. Uh-huh. Tehát ezt nem tudom. Nem tudom, mi lehet a háttérben. Jobb lenne az Érnek is, hogyha fehéren-feketén tisztel, de mindenki találgat. Igen. Na mindesetre talál csapatot és Dunaújvárosba folytatja. Igen. A férfiakra újabb feladatok várnak, ugye már egy hónap és EB-selejtező a portugálokkal. Mondhatni halaszthatatlan a kapitány kinevezése. Igen. Mocsai Lajos azt mondta, hogy ő utódnak inkább magyar szakembert szeretne. Mekkora esély van erre most? Nem tudom. Látva a híreket a külföldi jelöltekről. Nekem meggyőződésem, hogy bár milyen ilyen kapitányt hoznak, az a játékos állománytól függ. Szabadjon egy labdarúgó példát mondani, és nekem nagyon szimpatikus. Angelotti mondta Mourinhoval való csata előtt, hogy itt nem Mourinho-Angelotti kérdése a dolog, hanem akik a pályán vannak. Ez valójában itt történik, hogy akik a pályán vannak, azok képesek arra, hogy megnyerik, amelyek is megnyerik. Hozzá tud-e, persze, Isten őz, nem akar az edző szemét vitatni. Az előző munka biztos, hogy nagyon sokban befolyásolja. De van egy olyan terület, amikor már mérkőzéssel indult, egy-két játékos kivételével, ott megszakad a film. Én már csináltattam egy szakdolgozatot is erről, hogy mennyit értenek meg abból, amit az edző magyaráz, meg rajzol. Mennyit? Nagyon keveset. Nem csak kézilabdában, másban is. Jó, hogy ez általános. Ez általános. Olyan felfokozott állapotban vannak a játékosok, hogy ami az ő sajátja általában, azt megváltoztatni, túllép rajta nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy nem mindenki van így, ezt hozzá kell tennem, van, aki higgadtabb feje tudnak gondolkodni, de a nagy általánosság ez, hogy ott most jön valaki ide, hány labdarúgó válogatott edző volt külföldi? Előrébb jutottak? Nem jutottak. Szerencsétlen Pintér most ebbe beleszaladt. Akárki lett volna ott, beleszaladt volna. Tehát ilyen szempontból... Akárkit fognak idehozni. Ha a játékosok olyanok, de itt a gond, ezt a selejtezve, ez nem gond, mert a portugálokat meg kell verni, ez biztos, hogy sikerülni fog. Itt a gond a sorozatmérkőzéseken van, mert beszéltünk az előbb, arra Fradi vonatkozó túl van a Zeniten. Itt jó néhány ilyen játékos van a férfi válogatók. Elmondható, hogy a Zeniten túl van. Itt a gond az, hogy le tud-e játszani 7 mérkőzés, vagy nem tudom, hogy hányat megy el.
ugyanabban a téma, mert itt nagyon sok csere lehetőség nincs. Hát meg van-e kedve hozzá az egyéb megterhelések mellett? Hát, igen, ez a másik. Van-e mentális ereje hozzá, hogy már magába tud-e markolni, hogy most még ezt is megcsinálom, azt is megcsinálom. Nem egyszerű dolog. Tehát a sorozat mérkőzés az nagyon-nagyon kritikus, ha egy olyan játékos állomány van, aki mögött nincs igazán komoly csere lehetőség. Magyar edzők vannak számosan, akik alkalmasak lennének most erre a feladatra? Én most nem merek mondani, én van, nekem szerintem van, és múltkor is elmondtam, még a női vonatkozásában is elmondtam a dolognak. De sajnos az van, hogy mi nagyon hamar leírjuk a mi magyar edzőinket, pár hónapot adunk nekik, nem nincs kitartás, 15-16 évig van egy-egy edző. Lajosnak, itt Mocsainak a ott az edzősködés az egy kirívő példa, hogy ilyen sokáig tudott maradni. De a jelen pillanatban azt látjuk, hogy valakinek nem sikerül, azonnal veheti a sátorfáját. Nem ismer kísérletet, az igazság. Utolsó kérdésem, hogy a Veszprém és Szeged az inkább már ilyen multinacionális vállalkozás, mint sem magyar klubcsapat. Mit gondol, meddig kell jutniuk a most kezdődő BL sorozatban? Vegyük először a szegedieket, talán ez egy kicsivel bonyolultabb. A Veszprém maga is azt mondta, hogy Final Four az alap. Hát nekik odáig el is kell jutni, még ha most meg is nyernék, az se lenne meglepetés. Nagyon erős csapata van a Szegednek. A Szeged, ez már, vagy bocsánat, a Veszprémnek. A Szegednek más a helyzet. Ott azért nem annyira sebezhetetlen ez a csapat. Láttuk az egymás ellen való megmérettetésnél, úgyhogy amíg az első sor volt fönn a Veszprém, esélytelen volt a Szeged. Úgyhogy nem tudom, meddig tudnak eljutni. De a szegediek, bízunk benne, hogy legalább az esélyük megmarad az, hogy tovább mennek. Hát a edzőjük szerint 8-ig elmenni az már nagyon nagy bravúr lenne. Egyetérthetünk vele. Viszont a Veszprém esetében az, hogy ez a csapat akár a Bajnokok Ligáját idén meg tudja nyerni, az is benne van a pakliba, hogyha megnézi az, hogy hogyan változtak, hogyan igazoltak a közvetlen vetélytársaik? Még akkor is, ez egy nagyon erős csapat. Itt, és ami nagyon fontos, hogy erre a dologra mindenki nagyon motivált. Tehát itt a legöregebb játékos is. Ez nem magyar válogatott. Ez nem magyar válogatott. Itt a legöregebb játékos nagyon motivált, nyilvánvaló ennek van anyagi vonzata, mindenki a legjobbat fogja nyújtani. És nem sorozatmérkőzés, kivéve a Final Four-t. Úgyhogy nem kell nap-nap után játszani. Mert az a gond, amikor egy sorozat játszik, pihen. Az nagyon nehéz bírni hosszú időn keresztül. Tehát itt ilyen nem áll fönt, ezért van jó szansz, hogy eljut odáig. Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.